Nánási Kézdi Tamás, a Biatorvágyi Értéktár Bizottság új vezetője. Egy picit meséljen erről, nem is tudom, hogy tulajdonképpen mennyire vannak a tisztában azzal az emberek, hogy ilyen értéktár bizottság létezik, illetve mi ennek a feladata. Igen. A Biatorvágy is azon városok és települések közé tartozik Magyarországon, amelyeknek rendkívül színes történelmi múltja van, rendkívül gazdag kulturális és helytörténeti hagyománya, és a jelenben és a közelmúltban is sorra teremtődnek azok az értékek, helyi értékek, amiket elismerésre és megőrzésre méltónak érzünk. Ezeknek az értékeknek a leltározására, felgyűjtésére és rögzítésére hozta annak idején létre a Hungarikum törvény Magyarországon a helyi és más térségi értéktárbizottságokat. Ezeknek az értéktárbizottságnak a felállítása nem kötelező, ezzel a lehetőséggel élni lehet, és Biatorvágy város már 2013-14-ben élt a lehetőséggel, és létrehozta Biatorvágyi Értéktárbizottságot ennek a feladatnak az elvégzésére. De mi nem csak ezzel foglalkoztunk, nem csak az értékeinket igyekszünk felgyűjteni és rögzíteni a helyi értéktárban, amelyben ugye múlt és jelen egyszerre jelen van, hanem emellett ezeknek a népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektettünk, és fektetünk jelenleg is, illetve hát minden olyan alkalommal is igyekszünk véleményt nyilvánítani és állásfoglalást tenni, amikor egy-egy értékünknek a védelméről és a megőrzéséről van szó. 2021-ben úgy tudom, hogy a viadukt köré csoportosul ugye mindenféle program vagy feladat. Miért történik ez, illetve mik lesznek ezek a feladatok? Minden esztendőben a Biatorvágyi Értéktár Bizottság kiválaszt egy témát, ami köré mindenféle rendezvényeket igyekszik szervezni. Az idei esztendőben csak ugyan a Biatorvágy legfőbb nevezetessége, a viadukt híd kerül a fókuszban. Az egyik oka ennek az, hogy remélhetőleg a közeljövőben elindul a híd országos védetté nyilvánításának az eljárása, illetve magunk is a Magyar Értéktárba való felvételre teszünk majd ezügyben javaslatot. Tehát végre megkapja azt a rangot ez a létesítmény, amely már régen megillette volna. Másodjára pedig, amiről elhíresült sajnos, vagy nem sajnos a város, hogy 1931-ben itt egy nagyon komoly merénylet történt sok halálos áldozattal, és ennek a merényletnek, Matuska Szilveszter által elkövetett merényletnek a 90. évfordulója lesz ebben az esztendőben. És mi erre a két apropóra és alkalomra igyekszünk egy kétnapos konferenciát létrehozni az ősz elején, amennyiben a járványhelyzet ezt megengedi nekünk majd, amelyben végigvesszük azokat a különleges értékeket, amelyekkel ez a híd rendelkezik, végigvesszük a történetét, és külön fejezetet szentelünk a mai napig is még létező rejtélyeinek, mert nem lehet pontosan tudni azt, hogy például a merénylővel mi történt, az ő sorsa mi volt, tehát még vannak tisztázatlan részletek. Az Értéktár Bizottság új vezetőjeként mit tart a legfontosabb feladatnak? Hát amellett, hogy az alapfeladatunkat elvégezzük és végére járunk a helyi értékeinknek, mindegyiket rögzítjük, nagyon fontos az, hogy minél több ember, minél több biatorvágyi polgár életének része legyen az, hogy milyen értékes, milyen kincsekkel teli településen él és lakik, és tudjon róla, és tudja azt, hogy mikkel rendelkezünk, milyen értékek között élünk. Ezért például az idei esztendőben egy másik nagyon fontos feladatunk ezeknek a helyi értékeknek a megjelölése, táblákkal való ellátása, egyfajta ismeretterjesztő információk kihelyezése annak érdekében, hogy mindenki, aki jár az utcán, jár kell a téren, pontosan lássa, hogy milyen gazdag ez a település, és mennyi minden megbecsülendő értékkel rendelkezik.